A Mesevár óvodában idén hamarabb ünnepelték a földnapját, de a versekkel, énekkel és körtánccal az őket évek óta támogató Mihő Kft.-nek is kedveskedtek az óvodások. Kellett csinálnom egy megosztott díjat, mert ugye annyira jók ezek a rajzok, hogy egyszerűen muszáj volt. Drozsnyik István képzőművész zsűrizésével idén is a Mihő hirdetett rajzpályázatot a kicsiknek. Feladatuk az volt, hogy a földvédelmével kapcsolatban rajzoljanak. A Mesevár óvoda 2010-ben a Madárbarát óvoda címet is elnyerte. Itt az oktatásban is különös figyelmet kap a természetvédelme. Ebben támogatja őket a Mihő Kft. 5. éve. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy nem csak a környezet maga, a természet adta lehetőség is az, hogy itt vagyunk ezenben a szép zöldövezetes környezetben, hanem hogy a Mihő is a társunk, hiszen egy kerítés választ el minket, mert így valóban előnyöket is tudunk, és nagyon szoros kapcsolatot alakítani a Mihővel. Idén ütésálló gumilapot kapott az óvoda udvar a Mihőtől ajándékba, de tavaly például fát is ültettek. Ott volt az éklétra, rajta az apríték, itt húzza ez a hidalika egység, hidalika rudazat húzza a létrákat befelé. Környezetbarát távfűtés a jövőért. A faaprítékkal való fűtés kulisszatitkaiba többek között a mérnöki kamara tagjai is betekinthettek a távfűtés világnapján. A környezetbarát távfűtésnek hála az elmúlt 5 évben a társaság 40%-kal csökkentette széndioxid kibocsátását. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Miskolc a Zöldváros programhoz csatlakozva olyan fejlesztéseket végzett el az elmúlt évben, amivel kiérdemeltük az ökocímke elismerést. Ez annak köszönhető, hogy most már a távhőszolgáltatásban a felhasznált hőenergia több mint 50% a zöld energia, biomassa, geotermia, illetve van egy biogázmotorunk is, amiért egyébként innovációs nagy díjat kaptunk. Ezekre a fejlesztésre rendkívül büszkék vagyunk. A távhőszolgáltatás napjához 5. alkalommal csatlakozott a Miskolci Társaság, amely 2017-ben több mint 31 ezer lakásban és csaknem 1000 intézményben biztosította a környezetbarát távfűtést.